Jegyem már! Szavaztok, srácok! A mai videóban mi is lesz a tartalom? Hát a mai videó egy nagyon különleges videó lesz, mivel szilveszter van. Itt egyébként több mindent fogtok látni. Lesz benne kaja. Remélhetőleg egy nagyon patentú sikerült kaja lesz. Illetve, amit nagyon reménykedünk, az pedig lesz egy saját elképzelés alapján egy barbecue lencsés hotdog. Ami remélem, hogy sikerülni fog összehozni. Lesz benne csípős kóstolás, mert kaptam egy nagyon kellemetlenül kinéző chili szószt Svájcból, egyenesen Svájcból. Vajon mennyire csípős, mert hát kinézett az elég durcás egyébként. Egyelőre egyedül vagyok, illetve Tibivel, csak valahol most elboklászott a Tibi fiú. Gyanítom, hogy a legközelebbi presszóba ugrott be. Boldog új évet kívánni mindenkinek! Első körben tüzet gyújtunk. Először felrakjuk a csülökpörköltet, hogy az följön, akkor megcsináljuk a barbecue lencsés. Úristen, micsoda barbár vagyok. Lencsés hotdogot megcsináljuk utána, és közben pedig itt boholckodunk, kicsit csilizünk, beszélgetünk, hát meglátjuk. Nem nagyon kell a csülöpörködbe más, nem csülkön kívül. Vagy az se kell? Mert a mik is, krumpli, meg ízél, mondom, bazna, ez a gulyásba kell. És nézzétek meg, külön hoztunk egy hentest, aki megcsinálja nekünk a csontozást. Mi mekkorában nyomjuk amúgy, srácok, mi? Tibi, mit szólsz ez? Traki bácsi, mit szólsz ez? Szóval se jutok. Te a csülökpörköltbe szoktál rakni füstöltet, vagy csak nyerzsöd? Szoktam. Akkor jó, a Tibi is. Én nem raktam volna magamtól egyébként, a Tibi, szoktam, Tibi mondta, hogy... Egyedül a madzagot nem rakom vele magam. Én egyébként a bőrt is levágtam, én nyersen levágtam a bőrt. Én nem szeretem, hogy rajta van a bőr. És akkor itt van ez a kis... Bár a füstöltöm mondjuk rajta maradhat, mert ez... Én egyébként csípem azt itt van. Igen, én nem szeretem ilyen szottyos, löttyet, tizét. Az a baj, hogy ez nem csontozó kés, hanem valami hát vadász. Hát ez egy vadász kés, a... Tör. Az inkább ilyen nyúzó. Nézd, próbáld meg ezzel? Nem ez kell mossa. Mindegy. Már itt van a... Na, és nincs is már csont akkor? Wow. Nincs. Na, még jó, hogy jöttél, mert egyébként nekem a csülökcsontozás csak az szokott lenni egy óra, és általában szana szét maszatolok, meg nyaszatolok mindent, az még. És így megkockáztatjátok. Na, nem rossz ez a vadászkés, de, de nem csak erre, erre, nem erre a legjobb. Én nem szeretem a bőrt egyébként, mert hát így a füstöltel egy nehéz átvágni. Nem? Vagy... Én megmondom őszintén, úgy szoktam, hogy abból a vékonyabból a bőrösen beleszületenek egy darabot, a többi meg csak a húst. Aha. Ezt nyúz meg, igen. És azt a bőrdarabot a végén kiszeded. Egy ja, a bőr, a gecibe az ízeket. Ne úgy nyúzd, élő. Amúgy így, így szokták, nem? Az az, ja, az meg bele. Ne úgy. Nézd. Én magadtól elfelé? Hát meg, nem? Hát van itt straki. Igen. És akkor ezt így belerakhatod izébe. Ezt annyi, hogy aki szereti a bőrt, kiszedi. Na mit fogunk látni, Tibi bácsi? Próba egész jó hőmérsékletre, ez a szaronának a bőre. Ja. Nincs iklandónak tűnik. Ez ad jelt, hogy mikor mehet rá a szalonna. Nincs iklandónak tűnik, Tibi. Ó, megégett objektív. Hello! Nem, ott nem veszük föl, tudod? Úgy azt mondjuk, hogy mekkora király lett. Ilyen szép izét szalonna pirítás, még sose láttam amúgy. Ezt nem pirítom, csak egy kicsit átkevertem az egészet, majd mindjárt. Ó, már izé, serceg. Azért. Meg kell várni, hogy kiengedje a cuccot. Reed Franco. Idén ettél már ilyen finom. Ja, már még nem ettük meg. Még nem kóstoltam. Ja, majd a végén megkérdezem. Egyébként szerintem lehet, hogy idén nem ettem csülökpörköltet. Esküszöm neked, pedig imádom, úgyhogy... Egyébként annyira szeretem, elsőttem. Olyan szempontból magasan van a léz, de talán idén egyet nem ettem belőle. December vége, és... Azt fogják hazudni, hogy a szeptemberben vettük föl. Hát simán lehetne azt mondani, hogyha nem lenne ott, de ott a karácsony fárulkodik, látod? Úgyhogy... Hoztattad otthonról, tudod? Ja, igen, most hoztam azt a 4 méteres fenyőt, tudod? Most hoztam le a 4 méteres fenyőt. Mondjuk tudok fotót küldeni, hogy a szomszéd a udvarában van, úgyhogy... Ja? Még 2 héttel ezelőtt. Mm.
Aki még nem látott volna soha paprika szeletelést, elmondom, hogy... hogy én se tudok szeletelni, azt akarom elmondani. Majd elbeszélgetünk, Tibi, hogy mit gondolsz erről az évről, mit vársz a jövő évtől. Meg ilyenek, tudod? Az ilyen kötelező beszélgetések. Igen. Vagy csak zabáljunk, mint az állat. Mit szeretnél jövő évre még többet enni? Bár mondjuk az a baj, hogy a izét nézzük, hogy a környezetünket, meg a gazdaságot. Valószínű jövőre már úgy eszünk ennyit, úgyhogy élvezzük ki. Ennyi, ja. Jövőre már lehet, hogy a kocsit fogom elcserélni egy ilyen kajára. Ez édes paprika. Ez annyira nem csíp. Igen. Éppen hogy, egy nagyon hangyafaszt érzek belőle, de semmi. Tibi, nézőknek azt kell mondani, hogy ez nagyon erős. Ennél erősebb... Várjál, kóstolj meg egyet. Jön. Fú, bazd meg, ez csípős amúgy. Így utólag egy kicsit, ja. Nem baj, akkor egy menjen bele, és utólag még mindig, sőt, utólag díszítésnek is rá lehet karikázni. Az nem rossz. Ez nagyon más zsíradékot nem is kell raknunk. A hús is zsíros, szkízad ez annyira. Velő is. Tudunk. Velő tényleg. Ez egy, én is most tanultam, egy új trükk. Levágod a végét, látod? Így most teljesen le van vágva. Igen. Egy sima késsel úgy ki tudod szedni néha, csak simán oldalról bele, csak óvatosan ne vágd meg magad. Hallod, nézd meg? És úgy kifordul, hogy teljesen lejön a héjáról. Na hát a zsírját szépen kidobta a szalonna. Ezek biztos meg fognak lincselni, mert amúgy kétféle ember van. Van, aki nem rakná bele amúgy a paprikát így az elején. Én beleszoktam, és tök jó, amikor imádom, amikor a paprika megpörtölődik. Én meg azt imádom, hogy nem érzed benne a paprikát egybe darabosba. Igen, igen. Semmiképp, mert mint a hagymát, ezt le kell rottyantani, hogy szétfőjön nullára. És egyébként az is marha jó, hogy amikor megpirul a paprika, akkor kap egy ilyen jó kis ízt, hogy sokkal jobban kijön rajta. Meg a színe, főleg az, hogy piros, hogy ez a kápiás paprika, tudod, ilyen rozsdaszínt ad neki, úgyhogy nincs benne tízzel paprika. Már nem színezi valamennyire. Van, aki csak a legvégén rakja bele. Azok nem mi vagyunk. Nem, én egybe szeretem amúgy a paprikát a hagymával. Lubog a tábor tűz. Úristen, miért van ilyen alacsony? Bazd meg! Jó, hogy csak ide van rakva! Ez a deszka? Ezért fizes. Ja igen, hát ez megéri, bazd meg. Tűzvarázsló, két szemettem íges el. Az egy tervem, Tibi, hogy induljak a Megasztárba, vagy X-faktorba, vagy valami ilyesmibe. Mit szólsz hozzá? Indulj mindenféleképpen. Ugye? Örülök, hogy támogatsz ebben. Elúgy a nézőknek, Tibi, hogy miért kell fújni a tüzet? Több oxigént kapjon? Nem áll. Ó, ne csináld. Én azt hittem, hogy le akarod hűteni, vagy túl forró. Ez csak jól néz ki a kamerában, hogy fújom, nem megízik, kapok egy agyvérzést közben. Szíve ügyének érzi ezt a tüzet. Állítom, a Facebookon is kirakta, hogy kapcsolatban a tűzzel. Igen. Ugye, ez igaz? Így van. Ó, de jó illata van egyébként már most a hagymának, meg itt a zsír, hagyma, paprika. Együtt, ez sose rossz. Ugye, Tibi bácsi? Így van. Gyorsan elmondom, hogy miért a csülökpörkölt mellé esett, vagy csülökpörköltre esett a választás. Hát igazából annyi van, hogy összeültünk akciós és így... Akciós volt a Tesco-ban. De akciós volt a csülök, igen. Ez egy klubkárdal, tudom. Elég extrém, meg ilyen nagyon összetett, komplex ételekben is gondolkoztunk, amik lehet, hogy még meg is haladták volna a képességeinket. Na jó, amúgy nem, maximum, Tibinek maximum. Igen. Annyira jó idő volt, hogy egyébként én így beugrott nekem egy ilyen, hogy már most nem láttok a füsttől. Aha, hello. Lehet, nem is baj. Ennyi. Sokat nem vesztettetek mi. Néztem, hogy szilveszterre annyira király időt mond, hogy így fölcsillad bennem egy olyan, hogy baszki, a jó idő van, akár még bográcsozni is lehetne. És akkor így elkezdtem magyarulni, hogy ez nem is hülyeség, nem? Bográcsban mit lehetne, ami szilveszteri is? Hát csülök, ugye? Szilveszter az a csülök. Csináljuk egy csülökpörköltet. Abból sosem volt még baj. Vízli is kéne, meg lencse, mivel ugye új év, lencse, hogy ne legyünk annyira csorók, mint idén, hogy esetleg egy kicsit több guba jön a házhoz jövőre. Ugye, Tibi? Hát, legalábbis hát ebben reménykedünk, de hát rajtatok is múlik, hogy mennyire donétált. Ja, bármint... Jaj. Megszületett a fejembe a hotdog, ami egy ilyen barbecue lencsés hotdog. Segítesz, Lici? Csak a bográcsot tartsad igazából, hogy... Sóval óvatosan, mert ugye van benne füstölt cucc. Jó. Igen, most kéne majd jó nagy hő,
megkapja a fűszereket, fölöntjük vízzel, aztán elleszítjük a befőt. A babérlevélből mehet 3. Egybe le morzsolt majoranna. Azzal nem kell sporolj. Hát ez mehet. Hogy? Oké. Okay. Fekete bors. Aztán mehet bele kis fahéj, ugye? Igen. Abból azért mehet abból bőségesen. Nem fogok sporolósan. Nem. Menni. Az egyik lelke a pörköltnek. Megláttam két velős csontot, és úgy megkívántam, hogy ezt azért csak meg kéne valahogyan oldani. És azt mondta a Tibi, hogy szerinte dobjuk bele, mert ez így jó. Úgyhogy most az lesz, hogy beledobjuk, mert ez így jó. Egy, ez a szerencsehozó csont, hogy jövőre még több szerencsénk legyen. Kapta egy gigat állat. Igen. Most majd följebb rakjuk. A bográcsot? Megdurrantom az én kis saját kis agyszüleményemet, ez a lencse, barbecue lencsét. Hagymát aprítunk, békönön fogjuk lesütni, illetve hát maga a lencse, ami már elő van nekem áztatva. Ez körülbelül egy 4 kg, 300 gram. Kíváncsiok milyen lesz, illetve ugye maga a barbecue szósz, meg hát lesznek ebben még érdekes dolgok. Hé, hey, srácok, hát nem szóltok? Ide jöttök és nem jön, szóltok? Na hát nehogy már! Itt van Pupi is, amúgy hello! Sziasztok! Megleptek a srácok, ma idén mellett télen nem fogok éhezni. Te lettél meg. Ja nem, tényleg, te kaptál minket el, persze. Igen. Spotting voltam, na! Szóltatok akkor... volna, hogy jöttök. Kicsit rendet csináltam volna. Nem tervezel elköltözni innen amúgy, vagy nem? Nem, miért? Miért rendet csináltam? Jó, mondjuk egyébként, sőt, rosszul tettem fel a kérdést. Beköltözhetek melléd oda jövőre? Miért? Mi történt? Hát a rezsit, nem tudom fizetni. Ja? Közben megjött Teka bácsi is. Szevasztok! Hogy jó. Vagy? Hogy vagy Teka bácsi? Köszönöm, mindenki jó van. Hogy telik még ez az év? Jól. Jó, gyorsan eltelt. Enni azért ennél valamit? Hát igen. Nem fogsz. Nem fogok. Kockázott békönt beleszórunk. Én most ilyen izére vettem. Frissen vágott malacból? Frissen vágott, ezt most izéltem. Így van, Pupi, nagyon jól látod a dolgokat. Ezt fölrakom Maxra. Hallok valamit? Igen, valami, igen. Valami kezd? Oda nézzetek, ha milyen erős b***nak. Oda néz. Az egyik keze szék, a másik bot. Nem kellett volna idehoznom. Van még egy csomó itt. Ez már egy önmagában egy marha jó kombó, lila hagyma maga. Bacon. Én itt most megsózom. Ezzel a ponton oldanél kicsit megsózzuk. Ezeket sima mezei be van áztatva, ezeket ez egy egész napot ázott. Úgyhogy ez így megy bele. Mehet rá egy kis bors is. Őrölt tarka. Ezt ugye mivel azért a lencse az még kemény, hiába ázott egy napot, azért csak meg kell egy kicsit főzni. Szóval hozzáöntök egy kis vizet, vagyis először inkább egy kis barbecue szósz. Sponzi blokk! Ez egy jó sűrű barbecue szósz, imádom egyébként ezt a szósz. Így. Megy hozzá, ahogy mondtam, kávé. Egy jó erős fekete megy bele. Maradjon nekem is, illetve csoki, étcsoki megy még bele. Ah, nagyon jó illata van. Hát már, még egy kicsit puhul, és akkor meg is vagyunk. Igen. Négyen vagyunk, de mondjuk ez ötlet, baszki. Na mindegy. Akkor valaki kettőt kell, hogy egyen, húristen. De sajnálom azt az embert, aki kettőt fog enni. Igen. Milyen szemétség ez. Texas vagy Chicago, vagy melyik az a hotdog, ahol ilyen jó sűrű chilit, ugye ez a... Ez a darált húsos, tudod, ez a lassan főtt izét, ha belerakják a kolbászt a hotdogba, vagy a virslit, és nem raknak rá ketchup meg ilyen baromságok, hanem simán fogják, és ilyen darált húsos chilivel így lelocsolják, és akkor egyet. Max sajtot még talán raknak, mondjuk mi most rakunk sajtot. Már meg is sült, kész is. Rakom a virslit. Mehet rá a lencse.
Ja, hogy ez így? Ez így, persze. Így, ennyi a marék kis cheddar. Ez csak egy kis, a csülök előtt egy kis aperitív. Aperitív. Két kézzel fog, alul ne nyíljon szét, tudod, úgy. És mondj egy véleményt, hogy milyen. Nem csinálok neked egy újat. Na milyen te kabát, finom? Nagyon finom. Igen. Nyugodtan mondhatod, hogy nem jó. Jó, hát ez elég fura, ugye nem egy... Nem a mi szájízünknek van ez se annyira. De, nagyon finom. Erre megkóstolom én is ezt, ami már egyik szétesett. Oh, mennyi lencse marad nekem otthonra. Nekem nagyon bejön ez a barbecue-s lencse. Ez milyen jó, tényleg finom. Hú, Peter, lehet nem kapsz amúgy ebből. Nyugodtan, őszintén, szerinted jó, nem jó, ehető. Micsoda, a zsömle az egy száraz fos, bolti. Több szósz kéne, azt elsőre érzem rajta. A cheddar szósz kell tudnak képzelni. Cheddar, hát van rajta savaj. Meg van ágyazva ennek az egésznek. Na jó, ennyire ne kritizáld azért meg, Tibi, mert most már kezdek megharagudni. Hát figyelj, tudok rárakni neked külön szószakért. Egy kicsit több szósz hiányzik. Pupi, ez meg a tied. Köszönöm. A kívülét azt még kicsit jobban megütettem volna. Hát igen, a sajnos az... De jó, alapvetően egy nagyon jó koncepció. Tudod, én szeretem a változatosságokat. És ebben a formában még nem ettem hot dogot ilyet. Aki szereti a lencsét, hajrá. Mitten kívül. Ez tényleg jó az a lencse így egyébként. Ezt ajánlani tudom bátran. Én szabadtak, hogy ettünk meg. Dupla vagy semmi? Ez a barbecue lencse, gyerekek, ezt próbáljátok ki szerintem, mert ilyet még tuti nem ettetek, és kegyetlen jó. Nagyon jó. Jó a szemcsi? Nagyon jó. Nem, azért vagyok én vagyok a játékmester. Na. Vagy a poronmester. Igazi, svájci, állítólag nagyon kemény csiliszósz. A fájdalom keltő. Igen, az sem segít, hogy azzal ráírva, hogy painmaker. Painmaker, igen. Ami azt jelenti, hogy fájdalom csináló. Fájdalomhozó. Úgyhogy ezt fogjuk egy kis kanállal megkóstolni. Pupinak megy a busza, hello. Viszont egy kicsit, aki grimaszokat vág, az megdobáljuk ezzel a pokolbogyóval. Hú, ez mennyire ilyen izé content, nem? Ilyen nagyon gyerekes amúgy. De nem baj, hát ezek vagyunk mi. Ezek vagyunk mi. Hol vetted ezt? Ezt meg kaptam, képzeld el. Kaptad? Igen, a fizén vettem, a Dark Web-en rendeltem. Nézd a... Nem úgy. Ha! Meg. Na! Semmi. Szóval, mivel ártalmatlan, ezért áttérünk a lőfegyverek. Painmaker. Ki lesz az első? Én! Ezt már szeretem. Már egyébként után néztem a neten, és képzeljétek, hogy nem. Ez a szósz csak 200 ezer szkóvilos. Szóval nem, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag, amiket mi szoktunk fogyasztani, azoknak igazából egy töredéke csak. Viszont, ezt láttam olyan videókat, ahol challenge-be fogyasszák, szóval rendesen kihívásként kóstolgatják ezt, hogy annyira erős. Lazán be. Lazán be, arcba, figyelj egy kicsit, mutja a kanalat, nem kell neked sok. Várjál. Meg van kötve. Kicsit bekötött. Mehet? Mehet. Várjál még. Hó, hát még hol a vége? Én már közben készítek ide egy ilyen ördögbogyót. Ennyi? Ez gyerekek. Csinni csíp. Mert csíp. De nem. Nem mondanám, hogy extra csípős. Van, hát valamit elrontottam. Tényleg? Tényleg. Sziasztok! Azt mondták ezek a szemetek, hogy én legyek a második. Igen. Rárakod a kupakra, azzal fogod érzegetni a lányokat. Megészségetek-e? Na? De ott volt! Nem, én láttam! Ne zsírjál már! Uha! Csak hogy erősen koncentrál, és így próbál egy... Ez Norek son, Norek! És amikor itt csinál, az már az? Az már az volt? Már láttam, ott van! Az az! Nem? Miért nem? Tibia, bíró! Azért, mert
Na, én vagyok. Én vagyok a bírós, ez még nem volt az az arc. Hú, bazzeg, a nyálam nagyon besűrűsödött már. Ez most. Ti nem csatlakoztok? Árnyárgyújtás, az legyen grimat, dobj egyet. Már a csipasz meg! Most kezd! Most kezd ívni! Hú, bazzeg! Hallod? De miért produkál kapszai címtüneteket? Hallod, kajak a torkon megfájdul. Nem most. Na jó, kiszálltam. Adjatok! Ez kegyetlen rosszabb, úgy. Nem jön belőle. Nem jön, bocs, látok, nem. Milyen abból? Ebből mindig szenvedek, hallod? Tibi a bíró. Figyelek. Ha izél, akkor dobáljuk. Egy. Ízlelésnél már adtam. Nem volt, nem, én ezt nem volt. Prophecy is true. Én szerintem ez valami kegyetlen erős ez a tudsz. Figyelj, égen egész szám, meg nekem a torkom, meg rendes így egész tüdő. Ennyi? Nem lesz már íze? Nem lesz így? Nem? Tudjál, hogy meg. Ízt éreztetek? Nem, nincs íze, csak van íze. Van? Van. Én nem éreztem semmit. Ezért tudom, milyen jó. Én megadom a pupinak. Jó. Kapcsoljuk. Most már szenvedhetsz. Jó. Nagyon jó volt, most akaraterőd, az most nagyon jó volt. Nagyon erős volt. Igen. Hát akkor... Tibinek vajon lesz reakciója? Maga az erőség. Első az íz. Igen. Íze jó. Édes kis paradicsomos. Igen. Ennek elsőre. Ennek örülök. Á, a fejbeteg ilyet, az már rakó. Aha, igen. Jó, megdobtad. Mit szentetted a fejed? Várom a csodát. Inkább ez annak. Várom a csodát. Bólogatott? Nem mondod. De. Egyébként, hogyha ez 200 ezer. Ez 200 ezer elvileg hivatalosan. Akkor nem jó a skálázása a többi cuccnak szerintem, amit kóstoltunk. Vagy mert ennek. Ez erősebb. Vagy ennek nem jó. Valami nem stimmel. Vagy lehet, hogy 2 millió? Megnyelt egyet a nyelvére. Hoppá! Én nekem nagyon adja a kapszlécim tünetet egyébként. Érzem, hogy egy kicsit könnyesedik a szememtől. Ha ez 200 ezer, annak nem szabad megtörténjen. Kapszikummal egy ilyen, az lehet, hogy kapszlécim, nem tudom. Karamell, bazd meg. Azt nagyon érezni? Ez az reakció volt. Igen, köcsönöm. Ha ez tényleg 200 ezer, akkor szerintem a világ legerősebb 200 ezeres szósza. Szerintem méltó a koponyához, ebben megegyezhetünk, hogy méltó a koponyára? Igen. Méltó, még én is méltó, azt mondom. Méltó a koponyára, úgyhogy ha ilyet láttok, akkor ne vegyétek meg, mert nagyon erős. Na, hogy értékeled itt már igazából ez már? Az ennyi mi? Nem. Az a te lábszárad? Az én lábszárom. Azt. Tibi, mit mondasz erre? Mutasd meg a lábszáramat, hogy mire beszéltünk, hogy te velőstuntod. Az én, te mutasd meg a tiédet. Hol a lábszárad, mi? Egyébként egy dolgot én vigyáztam rá, kevergettem, nem kóstoltam. Nem kóstoltok? Az a tiétek. Neked kell a csont? Kinek kell a csont? Nekem kell, a velős, nekem a velősek. Most az utolsó vacsora. És ez itt a kert. Boldog új évet szeretek kívánni mindenkinek. Boldog új évet, Boldog új évet. Sikerekben, gazdagságban, boldogságban. Egészségben. És egészségben. Jó étvágyat mindenkinek, nektek is. Jó étvágyat. Együnk, mert jövőre már nem biztos, hogy ilyen jó kajákat fogunk tudni csinálni évvégén. Na, nézzük meg, hogy milyen. Mondjátok meg. 10 éves terve van a következő. Ú, de jó. Nagyon régen ettem csülökpörköltet. Nagyon finom. Azt hittem, még a sapkád is leesett annyira. Elmondom, hogy szerintem majd egy hajszállal talán túl is főtt annyira durván omlós. Igen, nagyon puha. Egy csípet só sincs benne. Semmi. Semmi. Sebb sót nem raktunk bele. És nem hiányzik. Nagyon finom. Isteni. Az milyen durva, hogy december véget, hogy új évkor bográsozunk kint. És nem fázunk. Én milyen szép idő van. Alapból egyébként pikáns egy kicsit, vagy csak a hegyes erős miatt érzem? Alapból. Hát meg benne is van egy hegyes erős. És így kiérezném? Mit fogadtok meg a 2023-ra?
ennél csak jobb év jöhet. Igen? Igen. Azt hiszem, azt mondod, hogy ezért indulni akarsz az idén maratonon. Így van. Igazából a túlélés az most egy elég jó cél. Hát mint egy átlag embernek szerintem. Ennyi háború. És dupla Rocky segít a Rockyknak. Jó beszélsz. Jó beszélsz. Remélem, hogy jövő évben is egy csomó jó kis videót tudunk majd produkálni. Ja, meg legyünk jókat. Ameddig kajálni tudunk, addig nincs nagy baj. Addig mindig különleges ételeket. Addig nem ér meglepetése. És írjátok meg, hogy ti milyen étellel ünneplitek az új évet, vagy milyen étellel léptek át az új évbe. Például. Hozzam ma velő. És most itt van, vég a videózást, köpjétek ki, adjátok vissza. Nem, hogy fordítsd meg. Fordít. A kanalat fordítsd meg. Nem, mert csontot is meg nem, kell. Nézd, próbáld a kanál hátsó részét ledugni a közepén lévő résen. Érted, fordítsd meg a kanalat. Nézd, vedd ezt. Várjál, oda nézd. Na. Oda nézzetek, gyerekek. Gyerek, valami jön. Jó, de hát a szerep. Mikroskám. Jóféle. Oda nézd. Jól menne. De jó. Jó laktam? Aha. Én most jó vagyok. Múlt én most betankolok rendesen, mert ki tudja, mikor leszünk legközelebb. Hú, de jó, bazd meg. Tudtam az a zabány, meg hát azért elég fazasűrű húzsos téma lett itt. Uh-huh. Egészség! Egészség! Úgy nézzük be, hogy mi ki? Timi, nekünk jövő héten azt tudod, hogy izé van. Kemény kis hétvége lesz. Megpróbálok egy pontot érő chili challenge-et. Kőgolyó rekord az, amit ugye nem titok, hogy nekem van egy ilyen cél. 2:34 körül van az, amit én tervezek, amit szeretnék megcsinálni. Nagyon sok munka lesz még addig, nagyon sok minden áll előttem, hogy az sikerüljön. Hát nem ezért gondoltam kertészetre, de amúgy igen, golyó emelésre. Jó van, zárjuk le. Remélem nektek is jobb lesz ez az év, de hát együtt leszünk, szóval végig kísérjük egymást. Legalábbis remélem, hogy ti végig kísértek úgy minket. Ennyi. Meg én meg. És nem végig kísértünk mi. Na mit kívánsz? Akkor mindenkinek kívánok jó étvágyat és jó egészséget. Mert ha van étvágy, akkor van egészség. Vannak még ilyen nagy tervek a Chilivel kapcsolatban, új műsort fogunk indítani, remélhetőleg. Van több terv egyébként, többféle dolog, ami folyamatban van, meg tervezve van. Remélem, hogy legalább valami megvalósul ezekből. Illetve remélem, hogy találunk idén olyat, ami a Tibit meg fogja könnyeztetni. Én egyszer láttam a Tibit sírni egyébként tényleg, amikor megkapta új gázszámlát. Akkor láttam egy kicsit bekönnyezett. Sziasztok, köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Boldog új évet! Valósítsátok meg a terveiteket. Ja, azt hittem, mondom, milyen termeket?